megtelt a Győri Matthias Corvinus kollégium előadóterme, sokan voltak kíváncsiak Nagy Feró rockzenész és dr. Dézsi Csaba András történeteire. Nagy Feró zenei karrierje 4 évtizedes múltra tekint vissza, a szocialista blokkon belül pedig az ellenállás egyik szimbóluma lett. Annyit mondtam egy buliba, például egy nagyon jó példa erre, hogy elkezdődött a koncert, és azt mondtam, hogy és most pedig ideiglenesen, ihaj, csuhaj! De az ideiglenes szó annak idején azt jelentette, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg csoport. Tehát ideiglenes szót nem lehetett használni. Azt mondhatom, hogy kis időre, vagy valami. Na, reggel már jöttek, és értem. És kérdezte a nyomozó rendőr, vagy kihallgató rendőr, hogy tudja, hogy miért hoztuk be. Gondoltam maga, honnan tudja, mert majd megmondja. Mondom, hát nem tudom. Hát tegnap maga azt mondta, hogy ideiglenesen ihaj, csuhaj. Ez mit jelent? Én meg iszonyú ártatlanul néztem, hát lehetett látni rajtam, hogy én a szocializmus odaadó híve vagyok, úgy néztem rá, és akkor mondom, amíg a koncert tart, ideiglenesen, ez azt jelenti, hogy kis időre. Na, olyan pofont kaptam. A 80-as években sok fiatalra, és persze dr. Dézsi Csaba Andrásra is nagy hatással volt a Beatrice, Feró legendás együttese. Én azt látom, hogy a kommunizmusban, amit ugye nevezünk szocializmusnak, mert a mi időnk már tiszta, inkább csak az volt, egy antiszocialista, antikommunista, a diktatúra elleni fellépés volt, és amit most csinál, és amit látunk kívülről, hogyha mögé nézünk, és tényleg gondolkodunk, nem csak szajkózzuk a liberális dumát, akkor világosan látszik, hogy a Feró most is antikommunista, csak ugye nem a kommunisták vannak hatalmon Magyarországon, viszont Európában igen. Tehát... nem árt, ha gondolkodunk, amikor a te megnyilvánulásodat nézzük, és egy őszinte ember vagy, aki nyilván állod az ütést, ugye nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Dr. Fekete Dávid, a Győri MCC képviselet vezetője elmondta, a komoly előadások után most egy lazább, könnyebb témát választottak. Az elmúlt időszakban, akik végig tekintenek a rendezvényeinken, ők láthatták azt, hogy nagy, izgalmas, érdekes kérdésekkel foglalkozunk hétről hétre, de azt gondolom, hogy bele kell, hogy férjen néha egy kicsit könnyedebb témakör is, hiszen a háború, a migráció, a gazdasági kérdések és nagyon sok minden más mellett vannak olyan életutak, vannak olyan életpályák, amiknek a megismerése, ezekkel az emberekkel való találkozás, azt gondolom, hogy töltekezést jelent mindenkinek, és itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy jövő héten egy hasonló beszélgetésre készülünk, mármint ami az életutakról és az élethivatásokról szól, hiszen a Highlights of Hungary-vel együttműködve több olyan vendégünk is lesz, akik a saját életútjukon keresztül mutatják be azt fiatalként, hogy designerként, vagy éppen a gasztronómia területén, vagy az értékmentés területén mit értek el az elmúlt időszakban, és milyen terveik vannak. A Győri MCC képviselet vezetője hozzátette a kollégiumban, ezekben a hetekben zajlik a toborzás, és mind a 3 képzési szintre várják a jelentkezőket.